azt mondta, hogy nagyon izgul, akkor ezek szerint nem a szavak embere, hanem inkább a művészeti. Nem. Az én feladatom a papíron kezdődik, és a papíron végződik. Ott vagyok otthon, ugyanúgy, mint ahogy itt is otthon vagyok, és boldog vagyok, hogy hozhatom azt, amit meg tudtam csinálni, és amivel régi adóságomat törlesztem. Tulajdonképpen nem új, amit hozok, mert a pályám kezdetét jelentette, és azt a földet, ahol elindultam, és ahol most is visszatérek. Ez a könyv, ez úgy éreztem, hogy ide tartozik, nem csak az enyém, mindenkié. Aki a homokot hazájának, szülőföldjének és édesanyjának érzi. Ha megkérdezik, hogy hol született, akkor azt mondja, hogy Soltvadkerten? Igen. Nem azt mondom, hogy itt születtem. Azt mondtam, hogy ez a szülőföldem. Szülőföldje az embernek az, ahol magát otthon érzi. Én 2,5 éves koromban kezdtem ide, és én egyé váltam, ahogy édesapám is, egyé vált a homokkal. Egyé vált azzal a környezettel, ami szeretettel befogadta, és amiért dolgozott. Én ezt tanultam tőle, és a természet szeretetét, azoknak a kis élőlényeknek a szeretetét, ami a mi vidékünket, és a mi hazánkat jelenti. Most is azért dolgoztam, és azért örülök ennek a kis könyvnek. Azért van ez, hogy a legkedvesebbnek érzem, és legközelebb magamhoz, mert azokat az emlékeket őrzi, amit gyerekkoromban apámtól tanultam, és azokat az emlékeket és ezeket a megfigyeléseket. A természetnek ezt a fajta szeretetét szeretném továbbadni. Szeretném, hogyha meg tudnánk őrizni azt a tájat, amiben ezek a kis életek otthon vannak, ugyanúgy, ahogy mi. Mert tulajdonképpen mi is csak egyek vagyunk abban a kis mikrovilágban. És a mi világunk, a mi nagy világunk, kell gondoskodni erről a kicsi mikrovilágról, hogy ez megmaradjon, és a következő nemzedékek ugyanúgy tudják szeretni, mint ahogy mi, és ugyanúgy a hazájuk, ugyanúgy a szülőföldjük, ugyanúgy az otthonuk legyen. Köszönöm. Ez a Homokország, ami most megjelent, ez miben különbözik az előzőtől? Hasonlás kiadás, vagy átdolgozott? Nem, kiadás. Abban az időben egyrészt a papírhiány rendkívül lecsökkentette a méretét. Tehát ezen segíteni kellett grafikailag. Másosorban viszont én akkor éppen első munkaévemet töltöttem Nápolyba, amikor ez megjelent. Először a Corvina kiadásából németül, utána magyarul Móra könyvkiadónak a gondozásában. Na most ez ezeknek a rajzoknak a megjelenésénél ugye visszaszokták adni az eredetieket, de én csak egy év múlva jöttem vissza, és ezeknek a fele nyoma veszett. Úgyhogy tulajdonképpen viszont nem is kár, mert a kibővített szöveg úgyis másfajta illusztrációkat is kívánt. Így a legkedvesebbeket abból, ami megmaradt, átmentettem, és újakkal kibővítettem, amiben olyanok is benne vannak, mint a nyúlfülű gomba, és olyan növények, amikről az előtt nem beszéltek. Picikét a természetnek a kialakulásának a története, a homokhátságnak a története, de csak néhány szóval, amennyit ez megengedett. És mindezért még egy kis utolszót is beillesztettem, ami felhívja a figyelmet arra, hogy a tájnak a megőrzése az mindnyájunknak feladata, missziója és életcélja legyen következő nemzedékben is. A laudáció Richter Ilona, Munkácsi Díjas grafikus művész, tudományos illusztrátorról szól, de barátai és tisztelői egyszerűen csak
Pötyikének ismerik őt, ezért ehelyen is így szólítom meg. Pötyike 1928-ban született a Komárom megyei környén. Családja 1931-ben költözött Solpatkertre, ahol édesapja nyugállományáig a Szarvaskúti Tanyai Általános Iskola tanítója volt. Gyermekkora első természetélményei azóta is erős gyökerekkel kötik a solpatkerti futóhomokhoz és az itteni emberekhez. A Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán diplomázott 1952-ben, ahol mestere Konecsnyi György volt. Művészeti továbbképzéssel töltötte pályája induló korszakát 1956-57-ben Svájcban Walter Linzenmeier tudományos illusztrátornál. A Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos illusztrátora 1952 és 60 között. A nápolyi zoológiai állomás munkatársaként 1960 és 73 között az intézet Fauna e Flora del Golfo di Napoli című tengerbiológiai monográfia sorozatának 39 és 40. kötetét illusztrálta. A Szegedi József Attila Tudományegyetem növénytani tanszékének munkatársa 1975 és 1991 között. A Münsteri Zoológiai Egyetem ösztöndíjasa 1985-86-ban. 1990-ben vonult nyugállományba, azonban konánt sem tétlenségbe. A Collegium Budapest Institute for Advanced Study ösztöndíjasa 1998-ban. Elismerései. 1955-ben Munkácsi díjjal. 1983-ban Frankfurt am Mainban, Die Schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschland díjjal, 1984-ben Nivo díjjal, majd 1988-ban az Év gyermekkönyv illusztrációja díjjal, 1989-ben ismét Nivo díjjal, 1994-ben a Magyar Köztársaság környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterének emlékplakettjével, 1998-ban pedig József Attila emlékplakettel tüntették ki. Számos könyv szerzője és illusztrátora. Ezek a teljesség igénye nélkül. 1961-ben jelent meg az első természetismertető gyermekkönyve, a Homokország, amelynek újbóli kiadását ünnepeljük ma. 1971-ben megjelent a Pandi című gyermekkönyv. Az Úton útfélen című növényakvarellek 1981-ben. Virágok 1984-ben. Termések 1986-ban. Egy csebben a tenger 1988-ban. Emlékkönyv 2001-ben. Szemlélődés, versek 2005-ben, a megelégedés fája 2012-ben. Készített továbbá illusztrációt német és angol nyelven megjelent tengerbiológiai monográfiákhoz. Richter Ilonát elsősorban a botanika kitűnő akvarellistájaként tartják számon, de igazi hivatásának ma is a tudományos illusztrációt tekinti. A Földközi-tenger apró élővilágának európai hírű ismerője és rajzolója. Tudományos pontosságú, finom rajzai Itáliában, Svájcban és Németországban jelentek meg sok évi nápolyi tengerbiológiai tanulmányai után, melyek nevét nemzetközileg is elismerté és megbecsülté tették. Kiállításai. 1958-ban Tihanyban, Budapesten és Debrecenben, 1966-ban Pécsett, 1968-ban Zürichben, 1971-ben Genfben, 1973-ban Szegeden és Kiskunhalason, 1974-ben Szegeden és Veszprémben, 1975-ben újból Szegeden, 1976-ban, 86-ban, 90-től 92-ig és 2006-tól 2012-ig Baján, 1983-ban, 95-ben és 98-ban Budapesten,
1983-ban Frankfurt am Mainban, 1988-ban Pozsonyban. Mindamellett, hogy az ország számos városában és külföldön is megcsodálhatták művészetét, nekünk, soltvadkertieknek megadatik, hogy naponta láthatjuk elsősorban a homokországhoz kötődő műveit a Városháza folyosóján, amelyek üdeszínfoltként köszöntik az ideérkezőt és oldják e hivatalos hely falainak komorságát. Láthatjuk továbbá műveit itt, e díszterem falain, melyek visszatükrözik múltunk és jelenünk, elgondolkodtatnak és magával ragadóak. Járatlan út volt, vallja önmagáról. Tengerbiológiai kutatás illusztrálására indultam anélkül, hogy valaha is láttam volna a tengert. Modelljeimet, az apró mikroszkopikus lények egynéhányát porosodó egyetemi preparátumokból ismertem, ahol szintelen kocsonyás anyaggá törpült a legcsodálatosabb, legszínesebb világ. Biztonságra vágytam ebben a sok bizonytalanságban. Valami példára, amitől megszelídül a riasztó ismeretlen. Nyomokat kerestem, amin elindulhatok. Magyar nyomokat Nápolyban, és megtaláltam a sok évszázados ösvényt. A Vico Donna Regia Ungarézétől a Stazione Zoologica Apáti szobájáig. Hazataláltam Nápolyban, ismerős és barátom lett minden. Ezek a nyomok otthont jelentettek. Példát adtak, de példát követeltek. Tanítottak, de felelőssé tettek minden lépésemért, minden ponásomért. Drága Pötyike, ránk is így hatnak a munkáid.